Nagyon sok. Olyan kis puha, vagy ilyen kis édes. Hamar összebarátkoztak a gyerekek a bárányokkal Balatonszárszón. A kicsik örömmel simogatták, majd meg is etették az állatokat. Te játék! A gyerekeknek nagy élmény volt közelről látni az állatokat. Kis kecskét, bárányt és az alig pár hetes szarvasokat is megsimogathatták. Lassan. Olyan éhes volt. Lassan. Több száz állat várta a kicsiket a napfény udvarban. A különlegesnek számító kopasznyakú galamb és a fodros lud mellett az óriás fülű nyuszi is elnyerte a gyerekek tetszését. A világon még egy ilyen topsifüles, az biztos nincsen. Az olyan kis puha, meg édes. A kicsik nem féltek egyik állattól sem. Volt, aki először látott pulykát vagy csacsit, így ezzel teljesült is a gyereknapi kívánsága. Ha tehenném, akkor hazavinni, és az összeset tudnék otthon játszani. Vigyázzál! Jaj! Ne ússzol el! Szegény kiugrott a kezemből! A kiskacsákat is vízbe tették, és úszni tanították a gyerekek. Volt, aki a szárnyasok helyett nagyobb állattal barátkozott, és pónira ült. Jó a jovakját, nagyon üljék, hogy jovakjok. Olyan jó, hogy nagyon ügyes vagyok. Nem félsz itt a magasba? Nem. Sok család látogatott el gyereknapon a Balatonszárszói állatsimogatóba. Rebi azzal kelt ma, hogy ma van az én napom, ugyanis ma gyereknap van, és én erre mondtam, hogy igazából minden nap a ti napotok, de hát igen, tényleg ez a nap, amikor tényleg egész nap kirándulás, kikapcsolódás, ugrálóvár, játék, tehát tényleg ez a nap, ez csak a gyerekekről szól. Egyre több szülő számára fontos ugyanis, hogy gyermeke megismerje az állatokat, mondja Kis György, tulajdonos. Egy ilyen bemutató udvart szeretünk volna létrehozni, hát akiket ide várunk, családok, gyerekek, csoportok végül is, a lényege az, hogy a mai gyerekek is megismerjék a háztáji állatokat, megszeressék az állatokat. Nem csak gyereknapon, hanem egész évben találkozhatnak a kis állatokkal a gyerekek, akik így nem a mesekönyvekből, hanem testközelből ismerhetik meg a jószágokat.